Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgasd meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyve 56. fejezete 7. versében ezt mondja az Úr. Az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Ebben a faluban két templom áll. Két olyan hajlék, amelynek ajtaja, amikor megszólalnak a harangjai, nyitva vár mindannyiunkat. Hálát adunk Istennek azért, hogy mindig vannak testvérek, akik szívükön viselik, hogy miként is néz ki ez a templom, hogy valóban Istennek tetsző módon épüljenek, álljanak, és megfelelő módon karbantartva várják a híveket ezek az épületek, az Istennek hajlékai, amelyeket őseink építettek, akik hitükről tettek így tanúbizonságot. Miért is választottam ezt a két igét? Azért, mert ezekre a templomokra nem csak úgy tekinthetünk, szőkedencsiek, hogy elmondhatjuk, ez az én templomom, bár ez is egy nagyszerű dolog, amikor valaki a falujában lévő templomát a sajátjának vallja, és mindig, ha távolra is került innen, örömmel tér vissza, örömmel áll meg azelőtt az oltár előtt, és térdel le azelé az oltár elé, ahol megkeresztelték, ahol áldást kapott a konfirmációban, vagy a bérmálása során, az első áldozásban részesült, vagy ahol házasságára áldást kapott. Nagy ajándék, amikor örömmel térünk be ezekbe a hajlékokba. Mit mond az Úr? Hogy tekintsünk ezekre az épületekre, ezekre a templomokra? Mint az Istennek házára, úgy, mint az imádság hajlékára. Szeretné az Úr felhívni a figyelmünket arra, hogy hallatlanul nagy jelentősége van annak, hogy vele milyen viszonyban vagyunk. Nem egyszerűen az a döntő, hogy hogy gondoskodunk a templomainkról, hanem az a nagy kérdés, hogy Pál apostol int és figyelmeztet bennünket, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek is templom, a Szentléleknek a temploma. Isten hajléka, teremtett emberei vagyunk az Úrnak. Van teremtőnk és gondviselőnk. Az a kérdés, hogy ő lakozhat-e a szívemben, az életemben, az ő szent lelke által. És most az templomunknak az oltára ide került ki. Ez az oltár most közös. Együtt vagyunk ennél az oltárnál. Együtt imádkozunk. Nagyszerű dolog, amikor együtt tudunk imádkozni. Mert ha együtt tudunk imádkozni, akkor ez azt jelenti, hogy Istennel vagyunk közösségben. És ha Istennel közösségben vagyunk, akkor egymással is közösségben tudunk lenni. Nem is akármilyenben. Hanem egymás terhét hordozó, egymás örömeiben osztozni tudó közösségben. De hogyha gondunk van a templomainkra, engedjük, hogy az Úrnak gondja legyen a mi belső templomunkra, lelkünk templomára. Engedjük, hogy Isten szent lelke mindig tisztítsa meg ezt a templomot. És ne legyen ott semmi, ami nem méltó az Úrhoz. Úgy, ahogy Krisztus belépett a jeruzsálemi templomba, és kiűzte onnan mindazt, ami nem volt méltó. Ich spreche zu Ihnen im Namen der hier lebenden, deutsch sprechenden Mitbürgerinnen und Mitbürger. Az itt élő német testvérek nevében szól hozzánk a lelkész úr. Mit einem herzlichen Gruß von meinem Freund und Kollegen Wolfgang Böttcher, der heute leider nicht hier sein kann. Herzliche Grüße und Wünsche zu Ihrem Sommerfest. És szívből jövő üzeneteket hoz Wolfgang Böttcher lelkész úrtól, akit sokan az itt élők közül ismernek, aki a Somogy Sámsonban tölt időt, és szolgálni szokott itt a gyülekezetben. Ich spreche diesen Gruß aus mit einem Bibelwort aus dem Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
A 8. Zsoltárnak egy versével köszönti a jelenlevőket, ahol ezt olvassuk: Urunk Istenünk, milyen csodálatos a te neved minden népek között. Das ist ein Lob Gottes. Ez Isten dicséretét zengi ez a Zsoltár. Wir haben allen Grund, Gott zu loben. És minden okunk megvan arra, hogy Istent dicsérjük. Es ist Sommer. Nyár van. Wir haben wunderschöne Blumen hier vor uns, das Wetter ist uns gewogen. Gyönyörű virágok vannak az oltárok, az oltáron nagyszerű időt kaptunk. Sie feiern ihr Dorffest. Önök a falujuknak ezt a falu napját ünneplik. Und dieser Psalmvers kann uns deutlich machen, dass wir auch an einem solchen Festtag das Loblied Gottes singen können. És ez a Zsoltár akar arra figyelmeztetni bennünket, hogy mi egy ilyen falunapon is zenghetjük az Isten dicséretét. In einem solchen Loblied sind wir alle miteinander verbunden. Deutsche, Ungarn, Jüngere, Ältere, die wir unsere Sprache verstehen oder die wir unsere Sprache nicht verstehen und doch miteinander in dieser Stunde verbunden sind. Így egy ilyen dicsőítő, hálaadó énekben együtt lehetünk közösen. Idősebbek és fiatalabbak, azok, akik értik az egyik vagy a másik nyelvet, egyaránt összekapcsolódhatunk az Istent magasztaló énekben. Genießen wir also diesen Tag und feiern wir zusammen. Legyen örömünk ebben a mai napban, és ünnepeljünk együtt. Sorolhatnánk a tatárjárás előtti időt, sorolhatnánk a török dúlás előtti nagyon mély egyházi válságot, sorolhatjuk a 19. század liberális egyház politikáját, amire válaszul ugye 1919 jött, és sajnos hozzá kell csatolnunk a mai vallástalanságot is, sajnos, még a nemzeti oldalon is, és erre válaszol ez a mai néppusztító rendszer, amely figyelmeztet bennünket, hogy valamit elrontunk. A megoldás tehát nem abban az irányba keresendő, hogy indítsunk forradalmat, mert ez soha nem jó módszer arra, hogy az Istennek az útjára tereljük az országot, hanem belül kell megváltoznunk. Vincenti Bíboros mondta egyik beszédében, hogy ha 1 millió magyar lesz, aki imádkozik, akkor nem félti az országot. És bizony ez a lényeg. Az igazi nagy dolgok az emberek szívében dőlnek el. Ha a magyar nemzet visszatalál Istenéhez, akkor egy boldog kor köszönt be. Mint ahogy erre találunk példákat a magyar történelem folyamán. Akár megnézhetjük az Árpád háznak a politikáját, és nyomában a magyar nemzet felvirágzását. Tudjuk, hogy a világon a legtöbb szentet az Árpád uralkodó ház adta az egyháznak, és talán azt is elmondhatjuk, hogy a Európában az Árpádok alatt volt a legnagyobb a magyar nép. A legkisebb pedig ugye hát a török dúlás korától fogva szinte egyfolytában a magyar nemzet, és hát is láthatjuk, hogy az egyházi állapotaink is ostrom állapotokhoz hasonlítanak leginkább, amiről nagyon dicsekedni nem lehet. Tehát én azt kívánom, hogy az, amit megvalósult Szőkedencsen, hogy egy Isten tisztelettel kezdődött el a falunap, ez ne csak egy szokás legyen, hanem igen tartalmas, hitvalló dolog is, és ne csak ma, hanem mindig. Tehát minden munkánkat, minden
vállalkozásunkat törekedjünk Istennel kezdeni és vele bevégezni. Kulturális programoknak a falu színpad szolgált. Itt sokrétű és sokszínű programokat sorakoztattak fel a szervezők. Most ebből adunk ízelítőt.